tündér megérkezett, ébreszti a növényeket. A község apraja nagyja összegyűlt a polgármesteri hivatal átadó ünnepségén Nyírvasváriban. Az épületet szinte teljesen átalakították, kívül és belül is megújult az intézmény. A korszerűsítésre azért volt szükség, mert az épület nem csak esztétikailag, hanem energetikailag is elavulttá vált. A beruházást a Magyar Falu programból közel 37 millió forinttal támogatta az állam, ehhez a településvezetés további közel 6 millió forint önerővel járult hozzá. Évek óta dédelgetett tervünk volt, hogy teljes mértékben megújuljon a polgármesteri hivatal kívül belül. Ezt most ennek a programnak a keretében meg tudtuk valósítani. Külső homlokzat szigetelés, parkosítás, belső teljes átalakítás, festés, elektromos vezetékek cseréje, burkolatcsere, szóval teljes mértékben megújult. Az átadáson részt vett Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, aki elmondta, 2018 óta a néhány százezer forintos támogatástól a másfél milliárd forint értékű útfelújításig több száz fejlesztést végeztek a választókerületben a Magyar Falu programnak köszönhetően. Ezek a széles palettájú fejlesztések, ezek meglátszanak a térségünkön. Ez a több száz lehetőség mintegy 10 milliárd forintot takar. Ebből 6 milliárd forint az önkormányzatoknak, egyházaknak és civil szervezeteknek jutott, míg 4 milliárd forintból 20 programban 4 számjegyű utakat újítottunk fel. Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kiemelte, a Magyar Falu program kiemelt célja, hogy megerősítse és fejlessze az 5000 fő lélekszám alatti kis településeket. Hazánkban ugyanis a népesség egyharmada él ezeken a településeken. Amikor elkezdtük a programot, akkor megvizsgáltuk, hogy az a nagyjából közel 3000 település, amely 5000 lélekszám alatti, tehát tekintsük kis településnek. Ennek a 2900-3000 településnek a döntő részek kb. 2500 olyan település volt, amelynek bizony lényegesen nagyobb mértékben fogyott a népesség száma, mint az országos népesség szám csökkenés. És ennek nyilvánvalóan az volt az oka, hogy a városi életminőség elszívó hatása a fiatalokat becsábította, vagy éppenséggel sokszor be is kényszerítette a városokba. És akkor ez azt jelentette, hogy az a falusi fiatal vagy fiatal pár, aki egyébként szívesen maradt volna a szülőfalujában, ez bizony már a családját is a városban alapította, ott teremtett otthont, és ezzel több generációnyi népességet is veszített a falu. És ebből a 2500 településből most már több mint 1200-ban sikerült megállítanunk a népességszám csökkenés, sőt a nagy részüknél már tempósan növekszik a népességszám. Én csak remélni merem, hogy ennek ehhez köze van a Magyar Falu programnak is. Nyírvasváriban jelenleg közel 2300 ember él. A településen folyamatban van egy új játszótér kialakítása, emellett ravatalozó építését és utak rekonstrukcióját is tervezi az önkormányzat.